Hát nagyon sok szeretettel köszöntünk mindenkit itt Székesfehérváron a Fehérvár Waldorf iskolában. Nagyon örülök, hogy mégis a szép számmal összejöttünk, és köszönjük szépen az iskolának, hogy helyet adott ennek a kezdeményezésnek. Itt azért kevesen tudják, hogy ez január 6-án alakult ez a kis formáció, ez a Mikhail út szellemi iskola, vagy szellemi műhely, és ez lesz a második eladása. És nálunk már volt egy műhely foglalkozás, kb. 30 emberrel. Tehát ennek a célja az, hogy egyáltalán ezt a Mikhail korát valamilyen szinten tisztába tegyük az emberek világába, hogy mit jelent ez a mostani időszak, ami úgy érzem, talán mindenki gondolja, hogy valamilyen változás előtt áll az emberiség. És hát ugye ennek az kornak, az emberének talán megváltoztak a képességei és a feladatai is, és ebben szeretnénk egy olyan önismereti utat mutatni, ami ugye egyben egy beavatási útvonal is, hogyha valaki ezt még akarja járni. Ez egyben egy közösségi is, út is, ahol mindenkire szükség van, mint az apró mozaikokra, tehát egyrészt egymás tükreiként, másrészt meg egymás kiegészítő tudásaiként, tehát nem egy egyéni út. És hát nyilván, hogyha ezt komolyan vesszük, akkor a teremtésnek a szándékát is ugye figyelembe vesszük, akkor ez egy komplettebb dologgá válik mindenünk számára. Tehát ez a küldetése ennek a kis közösségnek. És hát ebben a kis rövid bevezetőben próbáltam felvezetni Gyurica László barátunkat, aki ugye a keresztény szellemtudomány alapjának a második részét fogja elmondani, hát, hogy mi az antropozófia. Fogadjátok szeretettel. Köszönöm szépen. Szeretettel köszöntök mindenkit. Isten hozott mindannyiunkat a mai alkalommal. Nagyon örülök, hogy itt lehetek. Általában ezt úgy szoktam mondani, hogy nagyon örülök, hogy ismét itt lehetek, de hát most itt tulajdonképpen először vagyok. De mindenképpen örömteli, hogy egy Waldorf iskolában, szintén egy Waldorf iskolában vagyunk ma, ahol egy ilyen mondhatni ünnepi együttlétünk van, mert az, hogy Waldorf iskolában, a Waldorf iskola szellemi gyökereiről beszélgethetünk az antropozófiáról, ez mindenképpen egy nagyon örvendetes és egy ünnepélyes dolog, úgyhogy ennek kiváltképpen örülök. És hát a magának a kezdeményezésnek az újszerűsége és szokatlansága talán csak most fog egy picit így előjönni valamennyire, amennyiben most így a második alkalom új helyszínen, bár vannak ismerős arcok, és régi barátok, de vannak egészen új arcok is, úgyhogy hát reméljük, hogy fogunk tudni megfelelően haladni. Ez lényegében folytatása lesz a múltkori dunaújvárosi előadásnak. Ugyanakkor azt gondolom, hogy lényegét tekintve önmagában is értékelhető, legalábbis nem. Hát majd ezt a végén meg fogjuk látni, de azért remélem, hogy így lesz, hogy önmagában is értékelhető lesz az előadás. És ugyanakkor majd, ahogy a Lodi barátunk gondoskodik róla, hogy ez fölkerül a netre, és egybefüggően is meg lehet nézni majd ezeket az előadásokat, és hát egyfajta összefüggő tematikával fog ez majd reményeink szerint és terveink szerint összeállni. Most mai alkalomra egy konkrét Rudolf Steiner idézetet szeretnék mindenekelőtt felolvasni, amelyet szeretném, hogyha mára, mint egy vezérgondolatunk, vezércsillagunk lenne, amely a következőképpen hangzik. Leveszem a szemüvegem, hogy jobban lássak. Az ember a világ istenségének egyik megnyilatkozása. Ha pedig arról beszél, hogy önismeretre törekszik, és iparkodik egyre tökéletesebb lenni, ne pusztán csak kíváncsiságból, vagy tudásszonyból próbálja megismerni az embert, hanem érezze kötelességének, hogy egyre tökéletesebbé formálja a világ szellemének ember által történő megjelenítését, megnyilatkozását, értelmet tulajdonítson a mondatnak, tudatlanul maradni annyit jelent, mint vétkezni az ember isteni rendeltetése ellen. Hát ezzel a szép mondattal indulunk neki a mai alkalomnak. És a fő kérdéskörünk ma is
még mindig az, hogy mi az antropozófia, hogyan kerülhetünk egyáltalán az antropozófus szellemtudománynak a közelébe, hogyan tudnánk hogyan tudunk foglalkozni vele, lehetőség szerint jól, és mitől tudomány a szellemtudomány, és mitől keresztény szellemtudomány. Hát itt már tényleg egészen rendkívüli mértékeket vállalunk föl, hogy hova szeretnénk eljutni, de minden esetre ehhez igyekszünk tovább közelíteni. Én kiírtam mára egy csomó idézetet, hogy a múltkori bevezető gondolatok és ilyen kis körüljárások után legyenek ilyen egészen pontos, beletaláló, lényegbe vágó, húsba vágó mondatok, és lélekig, legfőképpen lélekig, szellemig hatoló mondatok, amelyeket közvetlenül Rudolf Steinertől fogok idézni, és ezeket járnánk egy kicsit körbe, és keressük akkor a szellemtudománynak a jellegét, a szellemtudománynak a lényegét. Kezdjük ott, hogy egyáltalán miért is foglalkozunk mi szellemtudománnyal tényleg? Tehát ha föltesszük ezt a kérdést, hogy egyáltalán minek? Miért kell ez nekünk? És főleg annak tükrében, hogy látjuk azt az elmúlt 100-150 év kultúrájában, vagy az emberi fejlődésben, hogy az, hogy az emberek a spirituális igényeiket kielégíthetik, ez nem éppen egy magától értetődő dolog, hiszen a fejlődésnek, a civilizációnak, vagy mondjuk így a kultúrának, vagy amit kultúrának nevezünk, ennek a fő áramlatát feltétlenül a materializmus határozta meg egy ideje. És hát erre egy konkrét választ ad Rudolf Steiner, amikor a szellemtudomány körvonalait, ez nekem egy ilyen 25 éves kiadásban van meg, jól meggyötört példány, ez azt jelenti, hogy nem tudom már megszámolni, hogy hány ilyen tanulócsoportot élt végig, de egy párat biztos, a szellemtudomány körvonalai, és ebből következőképpen fogalmazza meg, ugyanis ő is pontosan tudta, hogy milyen szembe áramlattal kell megküzdeni, amikor a szellemtudományt a világba igyekszik állítani, és ő ezt mondja. Éppen azt láttam magam előtt, mint tényt, hogy a szellemi világokra vonatkozó közlésekre éppen abban a korban van a legsürgősebben szükség, amikor az emberiség tudata a legmesszebbre távolodott el a szellemi világtól. Puff neki. Gondoltuk volna, hogy ez ilyen egyszerű, ez a válasz végül is? Tehát nagyon lényegbe vágó, bizonyos értelemben nagyon egyszerű a meghatározás, és mégis érezzük mögött az óriási vállalkozást és azt a tudatot, hogy igen, itt egyfajta hatalmas ellenállalattal szemben kell menni. Ami a 19. század, 20. század határára megszületett szemlélet, világszemlélet, ami általában éve eluralta a világot, a világunkat, az bizony abba belehelyezni nyíltan, nyilvánosan az antropozófiát és egy ilyen könyved, ugyanis ez a nyilvánosság számára íródott ez a könyv, a szellemtudomány körvonalai. Egyébként az egy évvel korábban megszülető, kicsit vékonyabb kezdeményezés a világ és az ember szellemi megismerésének alapelemei is. Nyilvánosságnak szánt írásmű volt, és érzékelni a szavakból, hogy aki ezt leírja, ezeket a szavakat pontosan tisztában van annak a nehézségeivel és annak a felelősségével, hogy mivel jár az, ha valaki így kilép a világba. Ennek az alapműnek, a szellemtudomány körvonalának az elején Rudolf Steiner felhívja a figyelmet arra, hogy aki ilyen vállalkozásba kezd, annak pontosan kell tudnia minden lehetséges és lehetetlen kifogást, amit a szellemtudomány képviselete ellen föl lehet hozni, hogy ezt fantazmagóriának fogják titulálni, hogy támadni fogja a tudomány, hogy a hivatalos természettudomány támadni fogja a mondjuk így, hogy a történelmi egyházak felől megfogalmazott hivatalos vagy intézményes vallásos életképviselőit támadni fogják ezt a irányvonalat és kezdeményezést, és bizony támadni fogják bizonyos spirituális körök is, vagy mondhatnám, hogy esetlegesen titkos társaságok, és hát azt is pontosan meg tudjuk mondani, hogy miért, ugyanis az addigra megérett természettudomány hivatalos vagy intézményes természettudomány szemében ez puszta fantazmagória,
tehát aminek mentén nem lehet elfogadni, hogy mondjuk ilyen, hogy lélek, meg szellem, vagy az érzék feletti világ ilyen egyértelműen létezik, tehát ez így egy az egybe tálalva az emberek elé, ez teljesen lehetetlenség, teljesen képtelenségnek tűnik. A történelmi egyházak részéről hát meglehetősen rázós téma az, amikor ugye mondjuk az intézményes egyházak keretein belül nem szokás, vagy nem szabad rákérdezni konkrétan, pontosan az értő gondolkodás számára, hogy hogyan is történik ez, kérem szépen, hogyan is van ez a teremtés, hogyan is történnek a szellemi folyamatok, Isten tervei, Isten törvényei, hogyan érvényesülnek a sorsunkban, a világegyetem törvényeiben, egy egész pontosan nem tudunk rákérdezni. És hát a titkos társaságok révén, részéről, illetve a különböző ilyen egyéb spirituális törekvések részéről bizony megfogalmazottak komoly nehezményezések Rudolf Steiner és az antropozófiával szemben, mondván, hogy olyasmit tereget ki az emberek elé, teljesen nyíltan és közvetlenül, amik addig csak bizonyos belső körökben mozoghattak, mint kimondott szellemi tények, vagy érzékfeletti tények. Múltkor beszéltünk róla, hogy Rudolf Steiner a filozófia doktora volt, ugye a filozófiából doktorált, és hát ezt ilyen anekdota szerűen, vagy ilyen tréfással szokták mondani, hogy ő a világon minden filozófus nyilván tartott, és szinte minden filozófusról beszélt, minden kortárs filozófusról beszélt, visszamenőleg a filozófia kezdeteig és az összes kortárs filozófust ismerte. Vice versa már nem igaz, viszont már nem annyira igaz, tehát hogy a filozófia őt úgy igazán számon tartsa, azt olyan nagyon már nem érjük tetten, hogy a filozófia egészen konkrétan megemlékezzen Rudolf Steiner munkásságáról. És azt is fölveti, hogy igen, a filozófia irányából is érhetik kritikák az antropozófia nyilvánossá tételét, és ezeket a tanításokat, gondolatokat, mondván, hogy az addigi filozófia megszokott szabályait és gondolatmeneteit úgymond felrúgja, minthogyha azokat nem is ismerni. Hát ezeket mi nem fogjuk mind kibeszélni, milyen választ ad, ezeket mind megválaszolja egyébként Rudolf Steiner. De összességében az a gyökere, amit most az imént felolvastam, hogy itt van az ideje, mondja ő akkor, 19. század 20. fordulán, itt van az ideje, hogy bizonyos szellemi tényeket teljesen nyíltan lélektől lélekig közölni lehet és kell az emberekkel, nem csak hogy lehetőség, hanem bizonyos értelemben felelősség is, kötelesség is azért, mert az emberiség fejlődése egy nagy fordulatot vett. Éppen abban az időszakban, itt végül is két időpontot lehetne megemlíteni, amiről bizonyos fórumokon már részletesen is hallhattunk, vagy hallottunk meg még talán ennek az előadássorozatnak a nyomvonalán biztosan beszélni is fogunk róla. Az egyik a 1899-es dátum, amikor is azt mondjuk, hogy a keleti nomenklatúrával nyilvántartott kis Kali Yuga, a kis sötétség korszakának vége. Na most ez a kicsi, ez azt jelenti, hogy 5000 év. Tehát ez jelenti a kis korszaka a okkult történelem szemléletben. Hát egy 5000 éves sötétség korszak, amikor bizonyos szellemi tények és a érzékfeletti dolgokkal való foglalatosság, foglalkozás az egy kicsit el kellett, hogy fedődjön, és az embernek egy kicsit mással kellett foglalkoznia a fejlődésében, hogy előrébb jusson egy bizonyos módon. A másik pedig, ami egy picikét korábban következik be, ez az 1879-es dátum, ami az új korszellem, az aktuális korszellem rangba lépése és működésbe lépése, ez a Mihály korszaknak a kezdetét jelenti. És ezek az események, ezek a korszakváltások és ezek az események olyan óriási változást igényelnek a fejlődésben, amit nem biztos, hogy mindenki észlel és észrevesz hát az adott kultúrának és a mindennapoknak a sodrásában, de bizony Rudolf Steinerben ráismerhetünk arra a tanítóra, korunknak a nagy beoltottjára és tanítójára, aki észrevette a kor
szellem szavát, a korszellem hangját, és erre válaszolva nyíltan kilépett a emberek elé, nyilvánosság elé, és hát megfogalmazta az antropozófus szellemtudománynak a alapjait, és aztán annak a bővítményeit és a munkássága során. Már Rudolf Steiner idejében, amikor megjelentek az első alapművek, vagy az első előadások elhangzottak, de most legfőképpen arról lesz szó, amit már megírt könyvet. Tehát az alapművekről van szó. Ez a szellemtudomány körvonal, és kicsivel korábban a világ és az ember szellemi megismerésének alapelemei, nekem ilyen kötésekben vannak meg, vannak ennek már újabb kiadásai. És hát a következőket mondták neki, hogy de doktor úr, hát túl nehéz. Hát pláne kezdőknek ezt, és komolyan tetszik gondolni, de nagyon nehéz ez. Hát ezt ma is halljuk egyébként, tehát az elmúlt mondjuk ilyen 20 évben, magam is sokszor hallottam ezt, hogy sokan kifejezetten úgy fogalmazták meg, tulajdonképpen felesleges Rudolf Steinerrel foglalkozni, mert van, aki ezt sokkal jobban, meg könnyebben leírta. Most miért olvassam el, aki nehezebben írja, meg körülményesebben írja le? De hát ez, mivel már az szinte az első pillanattól kezdve, amikor megfogalmazottak az antropozófia alaptételei fölmerült, ezért Rudolf Steinernek erre meg is kellett találni a választ. És következőképpen beszél erről. Egyébként az okkult fejlődés hatása az emberre, ez a GIA 146-os, 145-ös számra hallgató az első előadásban. Következőket mondja a hallgatóságban. Gyakorta, meglehetősen sajátságos választ kellett adnom, amikor azt mondták, hogy kezdőknek a világ és az ember, ez a kékonyabbik ez, a világ és az ember című könyvem tulajdonképpen túl nehéz. Ezt kellett mondanom. Nem szabad, hogy könnyebb legyen. Mert ha könnyebb lenne, az emberek bizonyos szellemtudományos igazságokat könnyebben felvennének belső mi voltukba, és ezek aztán hatnának az agy egyes részeinek önállóságára. Ez a könyv azonban egy rendszeres gondolati struktúrában van megszerkesztve, amellyel az agy többi részeit is gyakorlatoztatni kell, nem pedig visszafejleszteni. Ez az a sajátságos dolog, ami egy ilyen okkult alapokon álló mozgalomnál szükségessé teszi, hogy ne csak arra figyeljünk, ami absztrakt értelemben helyes, és amit egyszerűen tetszőlegesen lehet kifejezni, hanem hogy egészséges módon fejezzük ki, és becsületes módon ügyeljünk arra, hogy a dolgokat ne csak a népszerűsítés kedvéért közöljük úgy, hogy az ugyanakkor kárt okozzon. Stb. Stb. És még tovább folytatja, hogy milyen kritériumoknak kell megfelelni, hogyha helyesen akarjuk a szellemtudomány az emberekkel közölni. Fordítsuk le ezt egy kicsit a magunk számára, hogy ez mit is jelent. Amikor arról beszélünk, hogy fölveszünk egy Rudolf Steiner könyvet mondjuk, akár a megírt könyveket, akár az előadások lejegyzéseit, akkor mi már valójában a szellemi iskolázásnak a, hát mondjuk így, hogy a pitvarába, az előszobájába lépünk. Ez a szellemi iskolázás 7 lépcsőfokának valójában az első foka már, azt lehet mondani, és ezt úgy hívja nagyon egyszerűen Rudolf Steiner, ez a stúdium. A tanulás, most nagyon leegyszerűsít, ezt mondhatnám, a tanulás, a stúdió, a teljesen éber, elfoglatlan, józan, ítélő képesség a mai ember számára, amennyire ez adatik, ezzel elkezdjük ismerkedni a szellemtudományban megfogalmazottakkal, illetve a könyvben leírtakkal. És ahogy ezzel elkezdünk foglalkozni, már elindulunk a szellemi úton, és mi ebben az érdekes? Hogy ahogy ez meg van fogalmazva, az rögtön az első beavatási próbatétel. Ha ez beavatási út, akkor ez azt jelenti, hogy van próbatétele. Próbatételei, vagy próbatételek sora vár minket a beavatási úton. És hogyha a stúdium munka, ez a 7 lépcsős beavatási út első lépcsőfoka, akkor ez azt jelenti, hogy már az első lépcsőfokon is van bizony próbatétel. Természetesen az első próbatétel az nem lehet olyan, mint a hetediknél, amikor valami beavatási, nagy beavatási próbatételről vagy küszöbélmény megéléséről van szó, de itt is kell valami próbatétel. Mi a próbatétel, kedves barátaim? Az, hogy kitartóan, szorgalmasan,
türelemmel, figyelemmel rágjuk át magunkat a szövegen. Akármilyen nehéz is. És ez a szövegi nehézség nem egész egyszerűen abból adódik, hogy milyen nehéz a korabeli németről magyarra fordítani ezt a szövegezést és ezt a nyelvezetet. Ez is nehéz, ezt elismerjük, ez kétségtelenül. Ez nehéz. De ugyanakkor itt nem a szavakról van szó, vagy az, hogy most a német sokszor többszörösen összetett mondatokat használ, és más a ragozás, és más a szórend, stb. Alapvetően nem erről van szó, hanem észre tudjuk venni viszonylag nagyon hamar, hogy ez egy nagyon meghatározott, precíz, pontos gondolati struktúra, amiből nem enged. Egy centet sem lehet engedni. Miért nem lehet engedni? Mert ez egy nevelőerő. Ez egy szellemi nevelőerő. És ez az első próbatétele. Kiállom-e a próbát, hogy nem teszem le az első fél oldalán, és azt mondom, hogy látom, a fázban, ez úristen, olyan nehéz, hagyjuk ezt. Ki kell állni ezt a próbát. Tehát most természetesen ez nem azt jelenti, hogy akkor ne is beszélgessünk ilyen szabadon az antropozófia, menjünk haza, és mindenki csak olvasgasson, most nem ezt akarjuk ezzel mondani, de minden esetre a szellemi iskolázási úton ezt a fajta ismerkedést, ezt a fajta próbatételt, és a gondolati erőknek ezt a fajta megedzését, ezt nem lehet megspórolni. Legalábbis, hogyha tisztességgel akarunk a szellemi úton haladni. Ez egy nagyon fontos alappillére az antropozófiának. Aztán a következőket is mondja még erről. Az egyik idézetet a vékonyabbikból, a világ és az ember szellemi megismerésének alapján, a másikat pedig a szellemtudomány körvonalaiból, mindegyiket egy icipicit más aspektusból vázolja nekünk. Hát ez speciál a világ és az ember. Ez a könyv nem olvasható a korunkban szokásos módon. Az olvasónak bizonyos értelemben minden oldalért, sőt, minden mondatért meg kell birkóznia. Erre tudatosan törekedtem, mert csak így válhat ez a könyv az olvasó számára azzá, amivé válnia kell. Tehát valaki tudja, hogy mivé kell válni ennek a könyvnek az emberi lelkek számára. Mi még lehet, hogy nem, akik mondjuk először találkozunk esetlegesen vele, vagy amikor először találkoztunk vele, de van, aki ezt már pontosan tudja előrelátó módon, hogyan kell hatni a korabeli lélekre. Úgy, hogy az egészségesen vegye fel a szellemtudományt. Tehát erre tudatosan törekedtem, mert csak így válhat ez a könyv az olvasó számára azzá, amivé válnia kell. Aki csak átolvassa, az egyáltalán el sem olvasta. Az igazságait át kell élni. A szellemtudománynak csak így van értelme. Na puf neki. Hát megint egy karakterisztikus megfogalmazásnál tartunk, hogy ezt a fajta belső erőfeszítést, ezt a először mint egy gondolati erőfeszítést, nem lehet megspórolni. És akkor a másik aspektusát, másik oldalát is nézzük meg ennek a rendkedvére a szellemtudomány körvonalaiból. Teljesen tudatosan törekedtem arra, hogy ne adjak népszerű leírásokat, hanem amelyek szükségessé teszik, hogy csak igazi, felfokozott gondolkodásbeli állapotban lehessen hozzáférni a tartalomhoz. Könyveimet ezzel olyan jellegűvé ötvöztem, hogy maga az olvasásuk is már a szellemi iskolázás kezdete. Mert olvasásukhoz a gondolkodás nyugalomban történő, megfontolt felfokozására van szükség, ami az életerőket erősíti, és ezen az úton alkalmassá válnak rá az olvasók, hogy a szellemi világ közelébe kerüljenek. Hoppá! Kérem szépen. Tehát azáltal, hogy én a teljesen szokványos, de egyébként éber gondolkodásomon indulok el, és azt megfeszítem egy bizonyos tartalom megértésének az irányába, felfokozódik a gondolkodás, és ez közelébe juttat minket a szellemi világba. Hogy lehet ez? Hogy lehet ez? Mi rejlik a gondolatban, aminek a segítségével, aminek mentén mi a szellemtudomány közelébe tudunk kerülni, annélkül, hogy a nagybetűs szóval illetett beavatottak lennénk.
Tehát ez egy nagy kérdés, amit most helyezzünk magunk elé, és egy kicsit megpróbáljuk akkor ezt körbejárni és megválaszolni. És ehhez akkor egy következő idézet. Ha szellemtudományos megismerésekről olvasunk, azokat másképp éljük át, mint a fizikai tényekről szóló közléseket. Ha a fizikai világról szóló közléseket olvasunk, róluk olvasunk. Ha azonban helyes módon olvassuk az érzék feletti tényekről szóló közléseket, akkor benne élünk a szellemi lét áramában. Tehát nem csak, hogy a közelébe kerülünk. Benne élünk a szellemi lét áramában. A szellemtudomány eredményeinek felvételével egyúttal megindulunk saját belső fejlődésünk útján is. Tehát oda lyukadunk ki, hogy a mai kor emberének úgy lehet felépíteni a szellemi fejlődését, hogy teljesen magától értetődően jusson az érzék feletti világnak, nem csak a közelébe, hanem benne éljen a szellemi világ és a szellemi folyamatok áramlásában és történéseiben, hogy a természetes módon meglévő képességeiből indul ki. Tehát egy nappali éber tudatos gondolkodásból. Ebből a szempontból az újkornak ez a fajta, az újkorban ez a fajta megközelítés, az érzék feletti világok irányába való közeledés teljesen más, mint ami korábban volt, az megelőző korokban volt. Tehát semmiféle olyan előfeltétele nincs a szellemi világgal való foglalkozásnak, vagy a szellemtudományra való foglalkozásnak, hogy az embernek valami hirtelen valami mássá kéne válnia, mint amilyen egyébként. Tehát nem kell megelőlegezni, vagy elővételezésen egy megváltozott tudatállapotot létrehozni, ez az egyik. A másik pedig az, ami a régi iskolázási útra alapvetően jellemző volt az ősidőkben, hogy a tudatot, jellemzően az én tudatot, azt vagy le kellett csökkenteni, vagy teljesen ki kellett oltani ahhoz, hogy az ember szellemi titkok közelébe kerüljön, vagy azok átéréséhez jusson. Tehát nem, hogy nem kell lecsökkenteni a tudatot, vagy kioltani a tudatot, ellenkezőleg fel kell fokozni a tudatot. És honnét indulunk el? A meglévő éber nappali tudatos gondolkodásból. Na most az éber nappali tudatos gondolkodásunk, ez most nekünk igencsak próbára van téve, most a stúdiumunk, az körbe úgy zajlik, mert kedves nézők, azok most nem fogják látni, majd ha ezt megnézik, de mi érezzük, hogy itt azért eléggé meleg van a teremben, és talán az oxigén is lehet, hogy fogyóban van. Tehát, hogyha majd így kicsit így sápadnak, vagy kékülnek az arcok, akkor majd így lehet, hogy megállunk egy kis szervőztetésen, nem tudom, úgyhogy szóljatok, jó? Hogyha nagyon levegőtlen lenne, vagy nagyon túl meleg lenne a helyiség. Tehát, lehet levegőt kapni ott hátul? Jó. Jó. Jó, köszönjük. Tehát elindulunk a meglévő gondolkodásunkból, és ezt a meglévő képességünket, ami az ébertudatos gondolkodás, ezt fokozzuk föl. És ennek az első lépcsőfoka magával a stúdium munkával lehetséges, a tanulással lehetséges, akár pusztán azzal, hogy olvassuk azokat a tartalmakat, amit mondjuk egy olyan ember ír le, aki az érzék feletti világokba többé-kevésbé már a beavatásának fogva beláthatott. Múltkor egy picit megemlékeztünk Rudolf Steiner munkásságáról és életéről, és betekintettük abba, hogy egy olyan leszületésről van szó, egy olyan inkarnációról van szó, egy olyan lelki-szellemi lényről van szó, aki szellemi látó erőkkel születik, ami ugye azt feltételezi, hogy korábbi inkarnációiban megdolgozott lelki-szellemi erőkkel született, és gyermekkorában már teljesen magától értetődő számára a szellemi világnak a jelenléte, és számára azt kellett megtanulni, neki azt kellett megtanulnia, hogy hogy tudja szétszedni, hogy mi az, amit én látok, és mi az, amit csak a körülöttem lévők látnak. Ez egy egészen rendkívüli élethelyzet lehet, alig-alig tudhatjuk ebbe talán beleképzelni magunkat, de minden esetre ebbe a helyzetbe kell bele gondolnunk. Ennél a ponttal egyébként egy kis pontosítás, kiegészítés, javítást tennék
múltkori előadásunkhoz képest. Hála Istennek vannak szemfüles nézőink, hallgatóink, akik az előadást nagyon szemfülesen követik, és én ott az elején, az előadás elején azt találtam, Monai Rudolf Steiner, az osztrák-magyar monarchia területén született, és néhány kedves ismerősöm, amit én is utólag hallgattam meg, hogy tényleg ez hangzott el, hogy ez nem így van, tényleg nem így van, 1861-ben, és kiváltképpen elnézést kérek, most bocsánatot kérünk a történelem tanárnéniktől, tanárbácsiktól, vagy akik ennyire rögtön kapcsoltak, hogy az osztrák-magyar monarchia eleve csak 1867-től létezik, tehát ez az államforma így nem is létezhetett, 1861-ben, mikor Rudolf Steiner megszületett, és ami tulajdonképpen számunkra egy érdekes és nagyon fontos pontosítás és kiegészítés, hogy a magyar királyság Magyarország területén született, Mura király, ahol született, ez a magyar királyság területén volt, és ő már 6 éves, mire az osztrák-magyar monarchia megszületik, és egyébként akkor is, amikor ő a kisdiák évei, kisiskolás éveit éli, átjár a magyar oldalra, nagyon érdekes, hogy éppen a Lajta vonala volt az a határ, ami az ausztriai és a magyar részt elválasztotta, és ugye a gyermekkorában Lajta Szent Miklóson és Bécsújhelyen járt iskolába, és hát Lajta Szent Miklós az volt tulajdonképpen a magyar oldal, tehát Rudolf Steiner nagyon jól ismerte a magyarokat, a magyar szokásokat és a magyar nyelvet. Tehát ő ismerte ezt a kultúrát, ismerte, abban nőtt fel, hogy hogyan alakult Közép-Európa sorsa ebben az időben. És ugye ez egy különösen izgalmas korszak egyébként is a történelemben, ez a 19. század utolsó harmada és a 20. század első harmada. Ma nem fogunk erre kitérni, de minden esetre ezzel a pontosítással és kiegészítéssel mindenképpen akkor itt most éljünk. Hát többek között így megtapasztaljuk azt is, hogy úgymond újra találkozunk, akkor van lehetőség ezeket a kis elszólásokat vagy hibákat egyrészt javítani. Másrészt meg szembesülünk azzal, hogy igen, ha valamit rögzítünk, akkor esetleges ilyen hibák vagy bakik azok bennmaradnak a felvételen, de hát megküzdünk ezekkel a akadályokkal is, lendülünk is tovább. Tehát Rudolf Steiner a felcseperedésében, ifjú éveiben azt keresi, hogy ami számára teljesen nyilvánvaló, közvetlen élmény az érzék feletti világról, azt hogyan lehetne az embereknek átadni, milyen fogalomrendszerrel, milyen gondolatisággal lehetne átadni, és ehhez hoztuk a múltkor példára azt, hogy hát az egyik ilyen nagyon fő vonulat és nagyon fő gondolati aspektusát találta meg ennek is lehetőségét Goethénél, Goethe világnézeténél, és itt néhány példát föl is soroltunk, és itt ezeknél a példáknál még egy picikét idézünk el, és egy más aspektusát is rakjuk ide, ahhoz, amit a múltkor egyébként elmondtunk. Múltkor beszélgettünk arról, hogy Goethe hogyan szemlélődött a növények világában, és például a fény kapcsán és a színek kapcsán milyen következtetésekre jutott. És hát ezt bizonyos értelemben továbbvéve és a megismerésben még sokkal mélyebben tisztázva az emberi és a világ viszonyát, aztán a később a 1894-ben megjelenő szabadság filozófiájában megfogalmazza azt Rudolf Steiner, hogy odáig jutott a gondolkodás, a megismerés a 19. század közepére, második felére, hogy például a filozófiában a filozófusok még azt sem tisztázták a maguk számára, hogy valójában mi az, hogy megismerés. Mi az, hogy megismerés. És ebből aztán egészen sajátos eltérülések és egészen sajátos filozófiai, természetfilozófiai bizonytalanságok keletkeztek, és ezzel együtt az embernek és az emberiségnek a megismerésben egy elbizonytalanodása keletkezett a 19. század második felére. Ez egy elbizonytalanodás. És ezt orvosolni kellett mindenképpen, ezt az elbizonytalanodást, és most ebből a szempontból nézzünk erre egy példát. Múltkor kerestük javában a fényt,
és megállapítottuk, hogy egyet kell értenünk Goethével és Rudolf Steinernél, hogy a fényt bizony nem látjuk. A fény által láthatóvá válnak a dolgok, de mi a térben, mi mindig alapvetően színeket látunk felületeken. Tehát mi a fényt közvetlenül nem látjuk. És ezt lehet ellenőrizni, múltkor egy picit ezt részletezzük, most ezt magát nem részletezzük, hanem kitérünk arra, hogy például a megismerésben és a megismerés filozófiában hogyan jutott el ez a látásnak, a látáson keresztül a megismerés bizonytalanságáig az ember. Mégpedig úgy, hogy mondjuk nézünk egy virágot, például, hogy van egy fehér színű virág, vagy van egy piros színű póló valahol, vagy egy piros színű virág, és azt mondom, hogy én nézem mondjuk a piros színű virágot, vagy piros színű rózsát, és nézem a pirosat. Igen ám, de a tudomány közben odáig fejlődött, hogy a piros szín, mint olyan, az tulajdonképpen, hát majdnem, hogy ki kell mondani, hogy nem is létezik, mert az valójában csak egy rezgés. A fénynek egy bizonyos fajta rezgés tartománya a piros szín. Valahány nanométeres hullám, most nincs jelentőség, hogy mekkora ez a szám, valamekkora szám. Egy bizonyos nanométeres hullám. Ugye ez a színeknek ez a fajta megjelölése a newtoni fénytan és színe elmélet után, ez fokozatosan alakul ki, de alapvetően már a 19. században megjelenik az, hogy valójában mi a szín, amit színként mi érzékelünk, az egy szubjektív valami. Gondolták a 19. századi gondolkodók, filozófusok, természetfilozófusok vagy természetkutatók. Mi az piros szín, az egy szubjektív valami. Tehát nézem a piros virágot, a virágon nincsen szín, mert végül is csak egy bizonyos, a fénynek csak egy bizonyos spektrumát, rezgését veri vissza az a virág szírom éppen, és ahogy ez a speciális tartományú rezgés a szemembe kerül, ez folyamatokat indít el a szememben, az tovább megy a szemidegenben, nem tudom, lehet még követni? És az tovább folytatódik az agyamban, a látóközpontba ér, és ott én a magam számára létrehozom szubjektíve mondjuk a piros színt. És keresem a szírmon a piros színt, nincs sehol a piros szín. Keresem a levegőben, így nézünk a virág és az ember között, aki nézi a piros virágot, és keressük a piros színt szaladgálni, piros virág és a néző szeme között, és nem látunk piros színt sehol se. Keressük a szemben a piros színt. Egyébként ezt így a szabadság filozófiájában könyörtelenül, kétszeresen így végigvisz minket Rudolf Steiner ilyen akkurátus gondolkodás mentén. Keressük a szemben a piros, nincs sehol. Keressük a látóidegben a piros szín, ott sincsen piros szín. Keressük az agyban valahol a piros szín, sehol nincs a piros szín. Akkor hol a piros? Itt a piros, hol a piros? Nincsen piros szín. Hát ez egy nagyon érdekes probléma. Mert oda jutottunk, hogy ezek szerint a piros szín maga nem is létezik, csak én hozom létre. Na de akkor itt kettős probléma, kettős bukta is van a dologban. Hát egyrészt, hogyha sehol nincs a szín, akkor tulajdonképpen mit is nevezünk mi pirosnak, vagy hogy jutunk egyáltalán a piros definiálásához, ez az egyik kérdés. A másik meg az, hogyha én szubjektíve hozom létre magamban a piros színt, akkor mondjuk egy agyi idegi elektromos, vagy elektrokémiai, vagy kémiai folyamatból hogy keletkezik, az hogy váltódik át piros színre? Tehát addig tologattuk a piros szín problémáját, ameddig egy ugyanolyan problémára küszöbéhez érkeztünk, hogy hogy lesz mondjuk akkor egy, amit a természetben is felfedezek, valamilyen kémiai, vagy elektromos jellegű idegi elektromos folyamat, hogy lesz abból piros szín? És a másik nagyon fontos probléma, hogy ha az a szín, az a piros mondjuk, a számomra és csak is számomra a piros, akkor ki az az én, aki ezt létrehozza? Hát ha egyszer nem az agyi idegenben, akárhogy vizsgálom, sehol nincs a piros szín, akkor tulajdonképpen ki az az én, az a szubjektum, tulajdonképpen kicsoda, aki a piros színt észrevételezi? Ugye, bár?
Tehát egy ilyen rókafogta csuka helyzetben vagyunk, és minden esetre ez a megismerésnek ez a bizonytalansága, hogy mi bármit érzékelünk az érzékelés kapcsán, az valahogy úgy elszáll a semmibe, rezgések vannak, meg fizikai, fiziológiai hatások vannak, meg idegi folyamatok vannak, hogyha most már az organizmusunkba folytatódunk tovább, folytatjuk tovább a kutatást, de magukat az érzékleteket, mint tényeket, vagy az észleleteket, piros színt, de mondhatnánk ugyanúgy az illatokat, most bármilyen érzékletet mondhatnánk, azok valójában, mint a köd, eltűnnek, elszállnak. Hova lettek ezek? És hát felhívja itt erre a problémára a figyelmet Rudolf Steiner a szabadság filozófiájában, és a következőt mondja. Hogyha egyszer odáig jutok, hogy követem a fiziológiai, fizikai folyamatokat, és aztán a fiziológiai folyamatokat az emberi szervezetben, és oda jutok, hogy sehol nincs szín, és visszajutok, hogy én kihelyezem mondjuk a tudatommal, amit végül is elengedtem, mert nem tudok definiálni, tehát visszahelyezem a tudatommal a virág szirmára, mondjuk a piros színt, hát akkor nem lehet, hogy a piros szín mégiscsak ugyanolyan reális létező valami, mint ahogy ténylegesen látjuk. És nem lehet, hogy a megismerési folyamatban az, aki szemlélődő, az mégiscsak egy reális, valóságos valaki, valami? De. Most én ezt ilyen nagyon profánul teszek pontot a mondat végére. Tehát el kell jutnunk odáig, bizonyos értelemben visszaszöknünk Goethéhez, és tőle elrugaszkodva a Rudolf Steiner segítségével előre haladni a megismerésben, tovább haladni akár a megismerésben, és elismerni, hogy bíznunk kell az érzékeinknek a közvetítő erejében, és bíznunk kell a megismerésnek a lehetőségében. Hogy mi igenis meg tudjuk ismerni a világot olyannak, amilyen, éppen azok által, az érzékek által, amit nekünk teremtés által adva vannak. Tehát a piros szín igenis egy létező valami, az emberi lélek érzékeli. Tulajdonképpen azt lehetne mondani, hogy egyé válik a színnel bizonyos módon az érzékelésnek a folyamatában, de maga a színnek a realitását nem lehet elvenni a világból, a környezetből, a természetből, és semmilyen más érzékletnek a valóságát sem. Tehát a színt, ahogy Goethe fogalmazta meg, ősi jelenségként értékeljük, amit nem lehet másfajta alapjelenségre lebontani. Tehát nem jutunk azzal a megismeréssel tovább, hogyha azt mondjuk, hogy a szín valójában egy elektromágneses rezgés, a fénynek egy bizonyos specifikus elektromágneses rezgés tartománya. Ezzel csak a problémát eltoltuk egy bizonyos szintre, de semmilyen módon a megismerés problémáját nem oldottuk meg. Tehát itt van az első olyan pont, amikor a gondolkodásunkkal el kell jutnunk odáig, hogy a megismerés számunkra igenis úgy adódik, hogy van az észlelet, amit a megfigyeléssel, amivel a megfigyeléssel kapcsolatban lépek, Rudolf Steiner mindent észleletnek nevez, ami objektumként megjelenik a világban, a természetben, vagy a körülöttünk lévő világban bármi, és az is lehet észlelet, amit saját magamon, vagy saját magamban észlelek. Tehát például egy érzést észlelek magamon, hogy szomorú vagyok. És ami a következő lépés? Hogy észlelem az észleletet, mint mondjuk bennem a szomorúságot, és tudatosítom, megfogalmazom, hogy szomorú vagyok. Vagyis mi történik? Észlelés plusz a gondolat. A hozzátartozó gondolat. A gondolatokból pedig különböző fogalmakat alkotunk, amik aztán egy komplex egészi alakítanak, és kiismerjük magunkat a világban. Tehát gondolatokat egymáshoz tudunk kapcsolni megfelelő módon.
Tehát a megismerés, minden megismerés, és ez az egyik, amire csak vázatosan és tételesen utaltam az előző alkalommal, három dolgot tisztáz Rudolf Steiner alapvetően a szabadság filozófiában. Egyáltalán mi az, hogy megismerés? Kibékíti a determináció és a szabadság közötti úgymond látszólagos ellentmondást, és rendbe teszi ezt a két kérdést. És megfogalmazza azt nagyon tisztán, hogy az első hét fejezete a szabadság filozófiának a gondolkodás, a gondolat szabadságáról szól, és annak a lehetőségéről, és a második hét fejezete az az akarat szabadságáról szól. De mindenek előtt tisztázni kell, hogy egyébként mi az a megismerés, és azt mondja, addig nem juthatunk tovább, addig nem tudunk miről beszélni, még nem is tisztáztuk a mi számunkra, emberek számára, hogy mi az, hogy megismerés. Megismerés az, hogy van egy észlelet, amiről érzékletem van, és ehhez hozzá társul a gondolat. És számunkra, mint fejlődő ember számára, tehát az emberiség fejlődésében, az adott korban csak számunkra, és csak a fejlődés számára van egyébként ez külön szedve. Hogy van külön egy észlelet, hogy jé van a virág, jé van a piros szín, és egyébként gondolom a virágot, és gondolom a piros színt, és van a piros rózsáról egy fogalmam. Tehát ne, ha már valaki látott rózsát, akkor utána már nem tudja azt mondani, és valamilyen szinten körüljárta ezt, akkor nem mondhatja, hogy fogalmam sincs róla. Tehát fogalma lesz róla, mert látott rózsát, és az érzékeihez, az érzékeléshez kapcsolja magát a gondolatot, a gondolatvilágosságát. Tehát alapvetően minden megismerés két részből tevődik össze, az észlelés plusz a gondolat. És ez az ember fejlődésében kettősségként jelenik meg, de valójában a két dolog az egy és ugyanaz, ami mit is jelent? Hogy a rózsa hordozza a rózsaság ideáját, amit ő képvisel a világban és a világ számára, és minden, amit szemlélek és érzékelni vagyok képes, az hordozza a maga ideáját, a maga sajátosságát. Tehát a növény a növénységét, vagy például egy szék, a székség ideáját, fogalmát hordozza. Goethe még annak idején ezt úgy fogalmazta meg, hogy nincs olyan, hogy van a szék, és akkor mondjuk egy ilyen újplatonista módon azt mondanánk, de valahol van a szellemi világban nagyon messze a széknek az ideája, ami alapján létrehozzuk a széket. Nem így van. A szék maga kijelenti a saját ideát, a székben magában benne van az az idea. Nem állhatna itt a szék, nem állhatna elő a szék, hogyha nem lenne benne konkrétan a széknek az ideája. És ez mindennel így van. Ami mit is jelent számunkra? Azt jelenti, hogy bármire tekintünk a világban, élettelenre, élőre, lelkes, vagy tudatos szellemmel rendelkező lényiségre tekintünk a világunkban, az mindegyik hordozza magával a saját maga érzékfeletti szellemi mi voltát egyben. Tehát a világ megismerése teljességében valósághűen csak akkor lehetséges, hogyha mi számolunk az érzékfeletti valóságnak a minden pillanatban jelenlévő működésével. Tehát a szabadság filozófiája egy mérföldkő, nem csak úgy általában a filozófiában és a megismerés filozófiában, hanem az egyáltalán az emberfejlődés és az emberi megismerés folyamatában egy óriási mérföldkő a korszakváltásnak a határán, óriási mérföldkő, olyannyira, hogy ezt manapság se sűrűn ismerik föl. Vagy legalábbis nem olyan nyomatékkal és nem olyan súlyossággal, ahogyan kellene. Tehát azt gondoltam, hogy mindenképpen nyomatékosítani kell, amikor az antropozófia és a valóság megismerésnek a útjára bocsátására kitérünk. Hol tartunk időben? No, hát
És itt egy teljesen gyakorlati példát szeretnék még egyet hozzáfűzni, hogy éppen a korunkban a legátfogóbban tapasztaljuk azt a tényt, hogy ahol ezoterikusnak vagy spirituálisnak vélt, vagy annak szánt törekvések megjelennek, teljesen általános az a kifejezés forma, hogy az érzékfeletti minőségekre úgy hivatkoznak, hogy mondjuk rezgésként, vagy energiaként, vagy a legújabb divat szerint kvantum valami. Mostanában elég gyakoriak ezek a kifejezések, hogy kvantum van, és akkor még valami van mögötte, hogy kvantum, most nem akarom sorolni ezeket a példákat, mindenki nem tudja senki se kikerülni, hogy ezekkel találkozzon. És fölhívja a figyelmet Rudolf Steiner erre. Egyébként ez is olyan, hogy ez ugyan elkönnyel, mint hogyha valami nagyon korszerű dolog lenne. Közben szeretném fölhívni például arra a figyelmet, hogyha csak egyetlen egy népszerű ezoterikus könyvet veszünk, Hajics Erzsébetnek a Beoltás című könyvével, nem tudom, ki találkozott, kinek volt esetleg olvasmánya, hogy megfordult a keze között, aki egy... Hát több inkarnációs emléke is volt, de legfőképpen egy meghatározott egyiptomi inkarnációra való visszaemlékezéséről értekezik, és egyfajta regényes formában, egyfajta életrajzi műként írta meg ezt a művet az 50-es években, és akkor ő már hivatkozik arra, hogy nem tudom és nem is akarom visszaadni azt a nyelvezetet, ahogy mondjuk ott beszéltünk volna, vagy ahogy beszéltünk mondjuk az egyiptomi korban, hanem megpróbálom ezt a modern kor emberének a fogalmi nyelvén visszaadni, viszont láthatóan a megismerésnek még nem volt meg az a fajta ereje, a tudatnak nem volt meg az a fajta ereje és fegyelmezettsége, mint amit mondjuk már az antropozófiában tapasztalunk, hogy a megfelelő fogalmakat és kifejezéseket erre meg tudja találni. És ott Hajics Erzsébet, egyébként ne így keressük, mert Elizabeth Hajics, így fogjuk megtalálni a könyvtárba, vagy a, egyébként új kiadásokat is megért ez a regény. De ő egyébként egy magyar arisztokrata családból származott, hogy a 19. század végén és a 20. században élt, csak Svájcba emigrált a háború utáni pogromok elől, és aztán nagyon sokáig jóga iskolát, vagy iskola, több iskolát is tartott fel. Tehát egy nagyon, mondjuk így, hogy ezoterikus életben egy jelentős valaki volt, és egyébként nekem is egyik nagyon meghatározó olvasmányom volt, de fel kell figyelni arra, hogy ő például már egyértelműen használja a rezgések, energiák kifejezést, amikor megpróbálja azt visszaadni szavakkal, hogy milyen az, amikor az ember az érzék felettibe emelkedik és tapasztalatokat szerez. Most antropozófus szemmel azt kell erre mondani, mindenféle szemrány és nehezterés nélkül, hogy ez nem sikerült. Miért? Mert az egy bizonyos fajta gondolati iskolázás szükséges, hogy sikerüljön. De még ez is tulajdonképpen egy kései jelenség, ugyanis ez már a teozófiában is előfordult, az ilyen jellegű kifejezés használat, mondjuk így. És ezt konkrétan onnét tudjuk, hogy Rudolf Steiner hivatkozik erre. Az egyik előadásban, egyébként ez pont egy pedagógiával kapcsolatos, a gyermek egészséges fejlődése, ez a GA 303 a Gőtelm összkiadásban, 1922. első 5-én. El kellett viselnem például, hogy Párizsban valaki azt mondta nekem, miután elhangzott egy előadás, és megkérdeztem, milyen benyomása volt ennek az illetőnek az előadásról. Igen, az előadás oly jó rezgéseket hagyott hátra a teremben, mondta az illető. Vagyis körülbelül, ez már Rudolf Steiner szó szerint, vagyis körülbelül az volt az ember elképzelése, hogy szagolni tudják az előadás hatását. Lassanként mindent átvezettek materiális síkra. Sok ilyen példát hoz egyébként. Egy másikat, az élet és a élet, a halál és az újraszületés között című előadás ciklusból szeretnék idézni, ami ehhez kapcsolódik. Ami a következőképpen hangzik. Ma olyan korban élünk, amikor a lélek számára még inkább megszűnik a lehetőség arra,
hogy a fizikai külvilág életében meglássa a szellemiséget. Hát így ott tartott a világ akkor, és talán most se sokkal jobb a helyzet bizonyos szempontból. A Föld most lebomló félben, elhaló félben van, mi pedig erősen belemegyünk ebbe az elhalási folyamatba. Amíg tehát az egyiptomi kádeus korban az emberek még látták a szellemet maguk körül, ma már csak azt látják, ami fizikailag érzékelhető, és még büszkék is arra, hogy létrehoznák egy olyan tudományt, amely kizárólag fizikailag érzékelhető dolgokkal foglalkozik. Ráadásul ez a folyamat tovább fog folytatódni. El fog jönni az idő, amikor az ember elveszti érdeklődését a közvetlenül érzékelt benyomások iránt, és akkor most jön az lényeg, és az érzék alattit fogja vizsgálni, az iránt fog érdeklődni. Valójában a fizika már nem a színek minőségét vizsgálja, hanem azt, ami a színek alatt van, ami a színek alatt vibrál, a színek alatt rezeg. Jó néhány könyvben olvashatják már azt a badarságot, hogy például a sárga szín bizonyos hullámhosszoknak ilyen és ilyen számú rezgése. Stb. Hosszan folytatja. Tehát odáig fajul a dolog, hogy az embereket nem fogja már érdekelni a lila és a piros szín, csak a különböző hullámhosszok. Az ember, miközben tehát az ember belső sivárrá válásának megyünk elébe, az antropozófia éppen azért van, hogy minden részletében ez ellen dolgozzék. Tehát van egy furcsa folyamat, amit nemhogy csak a materializmusban, vagy a materialista tudományban tapasztalunk, hanem magában az ezoterikus spirituális törekvésekben, hogy valójában az emberek nem találják a megfelelő gondolatokat, fogalmakat, kifejezéseket a szellemieknek a megfogalmazására. És ahogy itt Rudolf Steiner fogalmaz, ugyanis amit mi rezgésekként, energiáként vagy kvantumokként, most már ugye a modern korban napjainkban tulajdonképpen egy ilyen mester négyes, nem is mester hármas, hanem mester négyes van, ami valójában a materializmusnak a folytatásaként belefolyik egyik oldalon a intézményes természettudomány fogalom körébe, és ugyanilyen egyenes vonalon, mintha ezt ki tudná fejezni az ezoterikus vagy spirituális vagy szellemi dolgokat, egyfajta magától értetőséggel ömlik bele mind a két törekvésbe, ez az információ, a rezgés, az energia és a kvantum. Ez valójában, ezt nem kell szemrehányásként, ezt inkább csak felismerésként kell fölvetnünk magunkban, ami csak azt jelöli, semmi más, mint azt jelöli számunkra, hogy ha ez így van, akkor még nem erősödött meg bennünk megfelelően az a gondolkodás, amivel megfelelően hangot tudunk adni, hogy a szellemi folyamatokat megfelelően kifejezzük. Ami azt jelenti, hogy még erősíteni kell a gondolatunkat és a fogalmainkat. De minden esetre az ember belső törekvésében az, hogy keresi a szellemi világ közelségét, és szüksége van rá, hogy a szellemi világ folyamataiban és működésében részt vegyen közvetlenül, ez olyan életszükséglet, ami az embertől elidegeníthetetlen. Ha megpróbálják elidegeníteni ezt a lehetőséget az embertől, akkor ebbe a lélek egyszerűen tönkre megy. De nagyon fontos, hogy ne a természettudományból megismert, ahogy minket egész egyszerűen az iskolába, hogy fölvettük ezeket a fogalmakat, és hogy a tudomány operál ezekkel, ne az érzék alattiba, vagy itt egyfajta természet alattiba merüljünk alá a megismerésben, hanem ügyeljünk arra, hogy ténylegesen az érzék feletti felé törekedjünk. Na hát ezt fogjuk majd a következő előadásokban egyébként megkísérelni, hogy akkor az ember lényét és a világot hogyan tudjuk úgy feltérképezni megfelelő gondolatokkal és fogalmakkal, hogy az ténylegesen a szellemi világosság felé vezessen minket. Na most minden esetre itt a... az ember lelki-szellemi szükségletére a szellemtudomány részéről sz-
szintén, mindjárt csak megpróbálom ezt a idézetet megkeresni, mert szeretném ezt is pontosan idézni Rudolf Steinertől. Ilyenkor szokott az lenni, hogy természetesen, amit az ember összeállít saját magának, akkor véletlenül se találja meg. Jó, ez azt jelenti, hogy sorszerűen még nem kell elhangozni ennek a mondatnak, úgyhogy folytassuk egy másik gondolattal, hogy gyakran a világból olyan is el szokott hangzani, hogy hát Rudolf Steiner és az antropozófia az ént és az egót hangsúlyozza, és valami borzalmas, önző dologhoz vezet. Na hát ehhez tartozik az a következő gondolatkör, hogy az antropozófus szellemtudomány, ahogy az elején megfogalmaztuk egy idézettel, egyfajta felelősség, egy kötelesség a megismerésnek az irányába, ebből az is kiderül, hogy ezt az ember nem önmagáért csinálja, nem a személyes előadásáért csinálja. Természetesen az embernek kell, hogy törekedjen a saját lényének a tökéletesedésén, kell, hogy ezen dolgozzon, kell, hogy törekedjen a tökéletesedésre, de nem szabad úgy használnia a szellemtudománynak a javait, mint a saját személyes tulajdonát. Ezt egyébként az érzések, az ember belső érzülete szempontjából ezt úgy fogalmazza meg Rudolf Steiner, hogy aki a világ minden dolgával és eseményével a neki okozott örömnek vagy fájdalomnak adja át magát, az önmagát becsüli túl. Mert a saját öröme és saját fájdalma révén semmit sem tud meg a dologról, csakis önmagáról tud meg valamit. Tehát itt arról van szó, hogy a saját, úgymond szubjektív szimpátiáink, antipátiáink olyankor háttérbe kerülnek, amikor a szellemi megismerési úton előre haladunk, és olyasmit keresünk, ami amennyiben a saját javamat szolgálhatja, csak annyiban lehetséges, amennyiben a világ javát is szolgálja. Ezeket a tartalmakat keressük. És ezt mint egy a minden szellemtudománynak a lényegeként, magvaként a következőképpen foglalja össze Rudolf Steiner. Van az összes szellemtudománynak egy közös alapelve, amelyen nem tehetjük túl magunkat, ha el akarjuk érni a célunkat, és amelyet szükségképpen tanítványai lelkébe vés minden szellemtudomány, mégpedig a következő. Minden megismerés, amelyet csak azért keresel, hogy a tudásodat gazdagítsd, és magadnak halmoz fel kincseket, eltérít az utattól, de minden megismerés, amelyet azért keresel, hogy az emberi nemesedés és a világ fejlődés útján válj érettebbé, egy lépéssel előbbre visz haladásod során. Ez a törvény kérlelhetetlenül megköveteli, hogy betartsák, és senki sem lehet addig a szellemtudomány tanítványa, amíg ezt a törvényt élete zsinór mértékévé nem tette. A következő rövid mondattal foglalhatjuk össze a szellemi iskolázásnak ezt az igazságát. Minden olyan eszme, amely nem válik eszményképeddé, megöl egy erőt a lelkedben, az eszményképeddé vált eszmék pedig élet erőket teremtenek meg benne. És akkor még egy gondolatkört szeretnék, ha még bírjuk még egy picikét? Jó, úgy körülbelül 60-70 percet terveztük, egy picit később kezdtünk, ami azt jelenti, hogy már túl vagyunk a tervezett kereten, de ha még egy kicsit bírjuk, akkor szeretnénk rátérni még arra a gondolatkörre, ami szervesen beletagozódik az eddigi gondolatainkban, ugyanis
eddig meglehetősen kritikus és kriminális módon tiprottunk a gondolkodás minőségén és a megismerés minőségén, de még nem beszéltünk arról, hogy mitől lesz ez keresztény. Hogy jut ez el a kereszténységig? Hogy jutunk el így a golgotai misztériumig? Na hát itt azt kell fölvetnünk, hogy egyáltalán lehetséges-e az ember számára, hogy a golgotai misztériumban adatott kegyelmi adományhoz, a szeretet lényiségéhez, Krisztus lényiségéhez lehetnek közelíteni anélkül, hogy az ember egyáltalán a megismeréssel tisztában lenne. Annélkül, hogy megismerné valójában, valóságában a világot. Tehát itt azt a kérdést kell feltennünk, hogy itt van a világ, és itt vagyunk mi. Bele vagyunk helyezve a világba. És keressük azt, hogy hol van a mi helyünk. És egyik oldalról természetesen azt kell megfogalmaznunk, hogy az ember semmi, hogyha nem jelenik meg a lényében, a lelkében a morál, ha nem jelenik meg az jellemzően számunkra a golgotai misztériumban adódott szeretet impózusa, de azt is hozzátehetjük készséggel, hogy a szabadság és a szeretet impózusa, vagy az, hogy az ember szabadon választhatja azt, hogy Krisztus lényéhez kapcsolódik, és a szeretethez jut, és az ember társaihoz szeretettel viszonyul, és immáron nem vérségi kötelékeken belül, hanem vérségi kötelékektől függetlenül, mint egy általános emberi szeretettel fordulhat minden ember, emberi lélek felé, minden ember társa felé. Úgy, ahogy Krisztus fordult az övéi felé. És testvéreimnek, barátaimnak nevezi a tanítványokat, a követőket. Ami azt jelenti, hogy ha mi Krisztus képesek vagyunk magunkba fogadni, akkor mi is testvéreinknek barátainként tekinthetünk minden egyes emberre, hogyha ezt a fajta morális impózust föl tudjuk magunkba venni, és ki tudjuk magunknak teljesíteni. Igen ám, de lehetséges ez úgy, hogy a másik emberről, lényéről nem tudunk semmit. Lehetséges ez annélkül, ez a fajta moralitás és ez a szeretet lényiségnek a befogadása és működtetése, ha nem ismerjük meg a másik embernek a lényét a legbensőbb mi voltában. Ha nem ismerjük föl benne az isteni principiumot, ha nem ismerjük fel benne egyáltalán az érzék feletti minőséget, és egyáltalán minden belső küzdelmével, sajátosságával együtt, ha nem ismerjük meg, lehetséges ez. És hát egyelőre ezt most csak mint egy tételként fogjuk kimondani, és később majd ez egyre világosabb, remélem legalábbis, egyre világosabb lesz majd a jövőbeli beszélgetéseink és elmélkedéseink folyamán, hogy ez egész egyszerűen lehetetlenség, ezt a fajta legmagasabb principiumot, a földfejlődés legmagasabb principiumát kibontakoztatni, hogyha megismerésben nem jutunk előre. Egyébként ez nem csak embertársainkra igaz, hanem ezzel a fajta bensőséges, megismerő szeretettel lehet, és mint egy elhívásunk van, hogy így viszonyuljunk a állati természeti birodalom felé, a növényi természeti birodalom felé, és az élettelen ásványi birodalom felé. Viszont ez a megismerés nem lehet teljes, hogyha nem jutunk el az érzék felettinek a tudomású vételéhez, és ennek a teljesen, mondjuk így, hogy pontos, megfelelő kritérium rendszer szerint való tudományos vizsgálatához. Tehát most már az emberiségnek az a feladata, hogy általános értelemben egy nagyon pontos megismeréshez jussunk. A természet viszonylatában, egymáshoz való viszonyunkban, és ennek a mentén jussunk el ahhoz a principiumhoz, ami a golgotai misztériumnál számunkra adatott. És hát most már tulajdonképpen ott tartunk, hogy ezt az alkalmat így nagyjából a lekerekítés felé vihetjük.
És hát ez most már csak azt tart vissza, hogy megtaláljam az ehhez tartozó még néhány idézetet, amit szeretnék még ide felolvasni, amit remélem, hogy sikerülni fog. Jó, érdekes, hogy ez így most így elbújt, de... És akkor lehet, hogy az első oldalon lesz, és mindig a végéről kezdem a szemlélést. Igen, itt van az elején ez az idézet. A jövő egész fejlődésének az a titka, hogy a megismerés és mindaz, amit az ember a fejlődés igazi megértése alapján létrehoz. Vetés, amelynek szeretetté kell érnie. A külső világ bölcsessége a földi léttől kezdve belső bölcsességé válik az emberben. És ha ott bensőségessé vált, a szeretet csírája lesz. A szeretet előfeltétele a bölcsesség, a szeretet az énben újjászületett bölcsesség eredménye. Na hát ilyen értelemben szeretnénk mi törekedni megismerésre, a megismerésen keresztül bölcsességre, és ebben az átégetett bölcsességben szeretetre ébredni, és a szeretet működésében részesülni és részesíteni a világot és egymást. Úgyhogy ennek a gondolatnak a fényében nagyon szépen köszönöm a mai kitartó figyelmet és türelmet. Innét fogjuk majd folytatni a következő alkalommal. Úgy tűnik, hogy egy megint más helyszínen majd. És amikor már elkezdünk majd egészen konkrétan az ember lényének a megismerésével foglalkozni, az ember lényével, lénytagjaival és a világnak a felismerésével úgy, ahogy az antropozófus szellemtudomány ezt a maga megismeréséből meríti. Köszönöm szépen a figyelmet! Köszönjük szépen! És akkor a következő, mondjuk így, ez volt a fő műsoridő, és akkor, ha van esetleg erre igényetek, kedvetek, akinek van erre kedve igénye, akkor szívesen várnék esetleg gondolatokat, kérdéseket, vagy esetleg egy beszélgetést még tehetünk.